Hány apánk ott ült szokott helyén a gondoló mellett, olykor egy-egy gyűkvásában vezett a sziporkázó tűzre. A szűzdány füstjeki felhőbe burkolt a pipázó alakját ott a nagy szoba végében, ezüstös szakállán olykor már csillant a lány. Mi gyermekek a mennyezetig érő gyertyafényben izzó karácsonyfa körül álltunk, elfogadottak és izgalomtól ember szemben, és sóval pillantásokat vetve a karácsonyfa alatt felhalmozott ajándékokra. Hűségesen elénekeltük a mennyből az angyal összes verseit. Ének után apánk fölolvasta a betlehemi csillag történetét a Bibliából, elmondtuk közösen a karácsonyi imádságot, s azzal nekiestünk a játékoknak, akár karámba szorított birkanyának az ilyes farkascsordnak. Kis idő múltával nagyapánk megszólaltott a kandalló mellett a maga édes vénember hangján. Aztán tudjátok én, kérdezte, hogy miképpen keletkezett tulajdonképpen a karácsony. Akkor született a Jézus Krisztus, felállt a Margit húgom okosan új babaháza előtt. Térdepálvás nagyapánk bólintott rá. Ez igaz, mondta, mert hogy ő volt az Úristen legnagyobb karácsonyi ajándéka az emberi világ számára. De maga a karácsony már régen megvolt akkor. Ha ide ültök mellém a tűzhöz, elmondtam, hogyan keletkezett. Köréje gyűltünk a szőnyegre, mindegyikünk valami új játékot cipelve magával, s figyelmesen lestük a száját, mert nagyapánk nagyon szép és érdekes meséket tudottám. Hát az új volt, kezdte el, miután nagyot cippantott a pipájából, hogy réges-régen, amikor Noé apánk unokái megépítették volt a Bábel tornyát, s annak ledölte után nem tudták megérteni egymást többé, már az önzés összezavarta a nyelvüket. Az irigység és az elfogultság egyre jobban és jobban kezdett elhatalmasodni ezen a földön. Aki nem volt olyan ügyes, mint a szomszédja, az tölte az irigység, hogy a másiknak szebb háza van, aki rest volt megművelni a földjét, az irigyelte, akinek szebb búzája termett, és mikor az irigykedés már igen-igen elhatalmasodott az embereken, akkor megszületett benne a gonoszság. Arra is lopni kezdett a tolvaj gyilkolni, és a kiregető rágyújtotta jótevőjére a házat. Addig-addig, hogy egy napon aztán az Úristen odafönt az égben megsokallotta az emberek gonoszságát, s rájuk szabadította a sötétséget és a hideget. A nap eltűnt az égről, a vizek befagytak, a rablógyilkos számára nem termett többé semmi az elrablott földön, nagy fázás, éhezség és pusztulás következett ebből az egész emberi világra, mikor pedig már közeledett erősen az idő, mikor minden emberi életnek el kellett volna pusztulnia a földön, az Úristen odaintette maga mellé a kedvenc angyalát, a világosságot, és ezt mondta neki, erígy le hőszolgám, s nézz körül a földön, melyet gonoszsága miatt pusztulásra ítéltem. Vizsgálj meg minden embert, asszonyt és gyermeket, akiben még megtalálod egy csöpp kis nyomát a jóságnak, annak gyújtsát gyertyát a szívébe, én pedig majd utolsó előtti napon alánézek a földre, s ha csak egy kicsike világosságot is látok rajta, megkönnyülök az emberi világon, és megváltoztatom az ítéletet, amit kiróttam rája. Ezt mondta az Úristen, s a világosság angyala alászállott a földre, hogy teljesítse a parancsot. A föld sötét volt és hideg, mint csillagtalan zivankos téli éjszaka olyan. Az emberek tapogatózva jártak az utcákon, s akinek még volt egy darabka száraz föld kenyere, lábújt vele a pincék mélyére, hogy ne kelljen megosztani mással. A birkaből bundáját meggyilkolta apját a fiú, s akinek még tűz égett a kemencéjében, a fegyverrel őrizte szobája melegét a megfogyóktól. Az angyal nagyon-nagyon elszomorodott, hogy aztán járta az emberi világot, mert nem talált benne sehol egy fikartnyi jóságot sem. Lassanként kiért a városból, s ahogy a dűlő úton haladt fölfele, hegyek irányába, egyszerre csak összetalálkozott a sötétben egy ember, aki döntött fát vonzott magával kínlódva. Kiéhezett sovány ember volt, s csak szakadt rongyok borították a testét, de mégis húzta vonzolta magával a terhet, bár majdnem összeroskadt a gyöngeségtől. Minek kínlódsz ezzel a fával? Kérdezte meg az angyal,
hiszen ha tüzegítenél belőle magadnak itt, ahol állsz, megmelegethetnél mellette. Jaj, lelkem, nem tehetem én azt, felállt az ember. Asszonyom, s kicsi fiacskám van otthon, kik fajnak meg, s olyan gyöngék már, hogy ideig nem jöhetnének el. Haza kell vigyem nekik ezt a fát, ha belepusztulok is. Az angyal megsajnálta az embert, és segített neki a fával, s mivel az angyaloknak csodálatos nagy erejük van, egyszerre csak odaértek vele a sárból rakott kunyóhoz, ahol az ember ért. Az ember tüzet rakott a kemencébe, és egyszerűen meleg lett tőle a kicsi ház, és még egy sápatra éhezett asszony, és egy didergő kisfiú odahúzottak a tűz mellé melegedni. Az angyal meggyújtott egy gyertyát az ember szívében, mert jóságot talált abban. Édesanyám, éhes vagyok, nézelőtte a gyermek. S az asszony benyúlt a rongyai közé, elővett egy darab száraz kenyeret, letörte az egyik sarkát, oda nyújtotta a gyermeknek. Miért nem eszed meg magad a többit? Kérdezte az angyal, hiszen magad is olyan éhes vagy, hogy ma holnap meghalsz. Az nem baj, ha én meghalok, felelte az asszony, csak legyen mit egyék a kicsi fiam. S az angyal ott nyomban meggyújtotta a második gyertyát is, és odahelyezte az asszony szívébe. A gyermek leharapott egy kis darabot a kenyér sarkából, aztán megszólalt. Édesanyám, elhozhatom két kis játszótársamat a szomszédból? Ők is éhesek, s nincs tűz a házukban. Megosztanám velük ezt a kis kenyeret, meg a helyet a tűznél. Az angyal pedig meggyújtotta a harmadik gyertyát is, és odaadta a kisfiúnak, aki boldogan szaladt ki a gyertyával a sötét éjszakába, a fénye mellett odavezesse a kis társait a tűzhöz és a kenyérhez. Pontosan ekkor érkezett el az utolsó előtti nap, és az Úristen alánézett a földre, s a nagy-nagy sötétségben meglátott három kis pislákoló gyertyalángot. És úgy megörvendett annak, hogy az angyal mégis talált jóságot a földön, ha nem is többet, csak hármat, hogy azon nyomban megszüntette a sötétséget, visszaparancsolta a napot az égre, és megkegyelmezett az emberi világnak. S azóta minden eszkendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet, s ezért ősszel a napok rövidülni kezdenek, a sötétség minden este korábban szakad alá, és minden reggel későbben távozik, hideg támad és befagynak a vizet, s a sötétség uralmas lassan elkezdi megfejteni a világot. Mi emberek pedig megijedünk, s eszünkbe jut mindaz a sok rossz, amit elkövetünk, s az esztendő alatt, és amikor eljön a legrövidebb nap, és a világosság angyala alászál közénk jóságot keresni, egyszerre mi meggyújtjuk a karácsonyfák gyertyáit, hogy az Úristen, ha alá tekint, fényt lásson a földön, és megbocsássa a bennünk lévő jó miatt a bennünk lévő rosszat. Ez a karácsony igazi meséje. Fejezte a japánkot a kandalló mellett, azon a régi-régi karácsony estén. Én pedig azért mondom el nektek, gyerekek, hogy megjegyezzétek jól, és emlékezzetek rá. Mert ez a mi emberi világunk újraépíteni kezdi a Bábel tornyát, melyben egyik ember nem értheti meg a másikat jelszavakból, ami sajokból elfogott, s az irítség is, a rossz indulat, meg a gonoszság, melyek miatt az Úristen újra pusztulásra ítéli majd az ember. Tolvajlás és gyilkosság fog uralkodni a Földön, s ha a nyomorúság és a nagy sötétség rátok szakad. Majd akarom, hogy emlékezzetek, csak a szívetek vagy égő gyertya menthet meg egyedül a pusztulástól.